Szeretettel köszöntöm kedves nézőinket. Ha ma velem tartanak az aszcendensben, akkor megtudhatják, mit ígérnek az elkövetkezendő hetekre a csillagok. Kiderül, hogy milyenek is a rákok, megtudjuk azt is, hogy ha valakinek elkészül a horoszkópja, akkor azt mire és hogyan tudja használni. Természetesen kapunk szépségápolási tanácsokat is, és tovább ismerkedünk a paleolit konyha alapjaival. Tartsanak velem! Rendszeres nézőink tudhatják, hogy most Mazzák Katalintól fogunk kapni szépségápolási tanácsokat. Nagyon köszönjük Katalinnak, hogy rendszeresen ötvözi nekünk a modern technikai vívmányokat a nagyanyáink által ismert és bevált technikákkal. A mai alkalomra milyen tanácsot hoztál a kedves nézőknek, milyen praktikát ajánlasz ma nekik? Otthoni háztartásban is sokszor alkalmazott kocsonyakészítésnél is, illetve gyümölcskocsonyakészítésnél alkalmazott zselatin egy másfajta felhasználását hoztam. Mire fogjuk használni, és mire jó ki az, aki figyelje, milyen bőrtípus, vagy milyen bőrhiba esetén használható? Arcpakolást fogunk belőle készíteni. Ez is egy alapzselatint használok, és az tulajdonképpen minden bőrtípusra jó lesz nekünk, hiszen a hozzáadott egyéb dolgoktól tudjuk majd szépen alakítgatni, hogy mikor milyen bőrre jó alkalmazni. Mai alkalommal céklaporral fogom bekeverni. Ez nagyon jól működik a nagyon sápadt fakó bőröknél. Nagyon magas a vastartalma, az antioxidáns tartalma a céklának, és ezen hatásait fogjuk kihasználni. Tehát a sápadt bőrre ez nagyon jó. Mennyi ideig kell felrakni a pakolást? Az elején arra kell figyelnünk, hogy ugye főzzük, úgy kocsonyásodik be a zselatin a forró hő hatására. Tehát nagyon figyelni kell, hogy vissza kell hűteni langyos állapotba, és a hatóanyagokat, egyéb hatóanyagainkat is majd csak ekkor rakjuk bele, hiszen nagyon sok vitaminunk hőérzékeny. Tehát amikor langyosra kihűtöttük, kevergetés mellett gyorsabban megy, és akkor hozzáadjuk a hatóanyagunkat, és utána szépen egy ecsettel szétoszlatjuk az arcon. Ahogy mondtad, hogy nem csak céklaport, bármi mást is lehet, de az arányt honnan fogjuk tudni, hogy mennyit kell beletenni? Egy arc pakoláshoz bőven elegendő, hogyha egy evőkanálnyi céklaport rakunk bele, vagy bármilyen más egyéb hatóanyagot. Milyen hatóanyagok jöhetnének még szóba? Csak adjunk néhány tippet a kedves nézőknek. Könnyen tudjuk elegyíteni az algával, vagy gyümölcsök levével is, olyankor figyelnünk kell arra, hogy kicsit sűrűbbre kell a zselatint megfőznünk, hiszen a folyadékkal higítani fogjuk a zselatinunkat. Mivel ez a zselatin ugye nem egy szárítós anyag, azután, hogyha leszedtük a pakolást, milyen ápolást vár még el a bőr? Normál hidratáló krémünkkel, vagy a szokásos ápoló krémünkkel tudjuk befejezni a kezelésünket. Egyébként mennyi ideig célszerű rajta hagyni a bőrön? Célszerű megvárni, még teljesen megszilárdul, és ez egy lehúzható maszkát tud válni, hogyha kivártuk körülbelül egy 20-30 percnyi hatóidőt. Nem fordulhat az elő, hogy a cékla befogja a bőrt? Igen, akkor egy kis tonikus vattával áttöröljük a kezelés végén. Van-e valami extra tanács? Arra figyeljünk, hogy akinek sűrű, pihesszőrös az arca, óvatosabban bánjanak ezekkel a típusú maszkokkal, amilyen lehúzható maszkok, mert a lanugószálak kitépésével megerősíthetjük az arcszőrzetet. Tehát akkor ők inkább hagyják egy kicsit lágyabbra, és akkor ne lehúzzák? Hanem... Úgy van, vagy pedig bővízzel lemossák inkább. Miért lesz jó a bőrünknek ez a céklás zselé? Nagyon magas a kálium, magnézium, vas, folsav, B6 és C-vitamin tartalma. Ettől milyen lesz a bőrünk, ez miben segít? Üdébb, ragyogóbb lesz, és a nagyon sápadt, fakó bőröknek megszínesítik egy kicsit az arcbőre tőle.
akkor most figyeljenek, akik kíváncsiak arra, hogy az elkövetkezendő hetekben mit ígérnek a csillagok. De mindig hangsúlyozom, soha nem szabad elfelejteni, hogy a sors nem kényszerít, csak hajlamossá tesz. Tehát ami nem tetszik, lehet elkerülni, ami tetszik, lehet elősegíteni. Azok is figyeljenek, akik azt szeretnék megtudni, hogy milyenek a rákjegyű emberek, illetve ha már itt tartunk a csillagok kellős közepén, nézzük meg azt, ha egy asztrológus elkészíti a mi horoszkópunkat, ami természetesen személyre szóló, akkor ezt hogyan tudjuk és mire tudjuk használni? A rákról azt gondolják, hogy hátrafelé megy, nem igaz. A rák egy nagyon is céltudatos, határozott ember. Az, hogy hátrafelé megy, az emlékeket gyűjti, az emlékeket őrzi. A múltból merít mindig, hogy történt már ilyen, mi volt akkor a hiba, mi volt a jó, hogyan csináljam. A rák határozott, irányító típus. Én azt úgy nevezem a rák tulajdonságát, hogy passzív erőszak. Egy rák bemegy egy hivatalba, valamit el akar intézni, a hivatalok mondja, nem lehet. A rák elkezdi elmesélni, hogy lehet, az én esetem egészen más, mert hivatalok mondja, az ön esetében sem. Igen, tudom, de a törvény mellett ott van egy másik törvény, azt se lehet. Azt én megértem, mondja a rák, de ennek ellenére, na most ez így megy, míg el nem intézi, vagy a hivatalok ki nem ugrik az emeletről az ablakon. Üvegen keresztül, de a rák el fogja intézni, agresszió és erőszak nélkül, békével, hogy úgy mondjam, szeretettel. Kos, talán túl sok a kérdőjel, de ne habozzon, haladjon bátran előre, szinte minden magától megoldódik. Bika, vegyen visszább a tempóból, pihenjen és törődjön családtagjaival, barátaival. Meglátja, mennyire hálásak lesznek érte. Ikrek, néha kicsit érdemes lenne jobban kézbe venni élete irányítását. A tanácsok, amiket kap, nem puszta szóbeszédre alapoznak. Gondolkodjon el rajtuk. Rák, sokkal több energiát fektet a sopánkodásba mostanában, mint amennyit érdemes lenne. Ha ugyanezt az energiát inkább a céljai elérésére fordítaná, akkor jóval előrébb lenne már. Oroszlán, időnként ki kell engedni a dühét, de tegye ezt most nagyon körültekintően, különben olyan haragosakat szerez, akik sokáig emlékeznek majd önre. Szűz, még mindig nem jegyezte meg jól, hogy az embereket a tetteik határozzák meg, nem pedig a szavak. Addig mondhat bármit, amíg a cselekedetei mást mutatnak, úgyis ez lesz a döntő. Mérleg, nehéz az egyensúlyozgatás, és ez a következő hetekben még sokkal nehezebb lesz. Végasztalja, hogy eléri majd céljait, és ugye tudja, hogy nem a grál a fontos, hanem a hozzávezető út. Skorpió. Sokszor szembesült mostanában azzal, hogy a dolgok nem úgy mennek, ahogyan szeretné, vagy elképzelte. Ne bosszankodjon, mert sok szép ajándékot kap cserébe az élettől. Nyilas. Sok kérdésben próbál a lelkiismerete szerint dönteni, de nehéz. Akárhogy is ügyeskedik, úszni is, meg szárazon maradni is egyszerre. Elég nehéz. Bak. Vannak olyan helyzetek, amikben még önnek is szüksége van támogatásra. A barátságait gondolja át, lehet túl egyoldalúvá alakultak. Vízöntő. Sokszor értik félre, sokszor másképpen magyarázzák a szavait. Lehet, hogy érdemesebb lenne több energiát fordítania arra, hogy egyértelműbben fogalmazza meg kijelentéseit. Halak. Még mindig mérföldekre látja álmai megvalósulását. Higgyen bennük, hiszen ha ön sem hisz, ki hinné el. Meglátja, a hit szárnyakat ad majd, és hamarosan beteljesülnek vágyai. Mire lehet használni, akkor nevezzük úgy egy elkészített horoszkópot. Ugye kell hozzá az adott illetőnek a születési helye és a pontos dátuma. Na most, ha nincs meg a pontos dátum, akkor mit lehet csinálni? Mert lehet, hogy már nem emlékszik az anyuka, vagy nincs kitől megkérdezni. És ha már ez elkészült, mire lehet használni? Hogy mit lehet kezdeni, ha valaki nem tudja a születési óráját, percét, el kell küldeni az illetőt. Na, természetesen én itt az emberi normák és a tisztesség, az udvariasság keretein belül gondolom, vagyis azt szoktam mondani, ha valaki így fordul hozzám, hogy tisztességes asztrológus ezt így nem vállalja. És akkor elmondom, tessék elképzelni, azon a napon hány ember született. Az a sok-sok ember nagyon sok mindenben hasonlít egymásra. De a néhány perc eltérés különbség adja azokat az óriási különbségeket, jellembeli eltéréseket, sors, utak,
más irányultságát, ami lényeges, tehát nem lehet így, azt lehet, hogyha valaki egy óra eltéréssel, vagy legfeljebb kettő, azt mondja, hogy délután 2 és 4 között úgy emlékszik az egész család, de hogy az 2:45 volt, vagy 3:45, nem, ebben már nincs probléma. Ott van egy szűkebb időhatár, amit úgy tudok utána, aminek úgy tudok utána járni, hogyha megtörtént események dátumait bekérem, sorsdöntőket, olyanokat, mint házasságkötés, gyermekek neme születési ideje, Isten adja, szülők halála, jelentős költözés. Azért a jelentősre gondolok, mert aki életében 2-3 évenként lakást, várost, falut cserél, az, annak ez nem korrigálja a születési ideje. Tehát be lehet pontosítani, ha a múltat mutatja jól a horoszkóp, bízom benne, hogy a jövő tekintetében már csak az emberi hiba, az én tévedéseim jöhetnek szóba, mint hiba lehetőségek. Tehát pontosítani lehet és kell. Azután nagyon tág az a kérdés, mire használhatjuk. Lehet életvitel tanácsot adni. Azt, hogy hogyan éljen az illető. Egy horoszkópban minden benne van, ami az életben velünk történik. Az már egy hosszabb munkaszámítás eredménye, hogyha azt is meg tudjuk mondani, mikor. Így például nagyon jól működik az egészségügyi területen, mert éppen ez az egyetlen rész, ahol előre látja az asztrológus már a születés pillanatában azokat az egészségi kockázatokat, hogy ne mondjam betegségeket, amik az életben felbukkanhatnak, ami még semmi más módon nem diagnosztizálható. Segíthetünk tehát a prevencióban, a megelőzésben, életmód tanácsadással, amit remélhetőleg megfogadnak. Gyermeknevelés. Különböző típusú, és ez most egy asztrológiai kifejezés volt, embereket másképpen kell nevelni. Van, akinek tényleg szüksége van a határozott irányításra. Nem szigorról, nem gorombaságról, nem erőszakról beszélek. Határozott irányítás. Van, akit csak úgy lehet nevelni, hogy szeretettel, szép szóval. Van, aki inkább igényli az okos szót a szeretetre, rosszul reagál néhány ember, néhány gyerek. Nem tud vele mit kezdeni, zavarba jön, ha kapja, vagy ha adnia kell. Tehát nem vagyunk egyformák. Mindenkihöz megvan a maga ajánlott receptje. Tehát a gyermeknevelésben, ugyanezért a pályaválasztásban. Mire vagyok képes, mire képes az a gyerek, mit tud ebből megvalósítani. És egy másik dolog, hogy mi szeretne lenni, mert rendszerint egyikünk se az lesz, ami szeretne. Nagyon régi vicc volt, én sose akartam mozdonyvezető lenni, de még hajdan mindenki ugye arra hivatkozott. Teljesen mindegy, mi az, amire képes. Azután pedig eljön a családalapítás, a párválasztás először is, megelőzi ezt a szerelmes korszak. Ott is rengeteg tanácsot kell adni. Az emberek olyan egyszerű dolgokon kétségbe esnek és tanácstalanná válnak. Úgy vagyunk vele, mint Arany János versében. A részeg ember ez a világ 5-6 egy nyomba hág, készugorni hegyen, völgyön, felbukik a sima földön. Hát így vagyunk a szerelemmel, a lehetetlent megoldjuk, az egyszerű dolgokba belebolondulunk. Tehát ott is kell tanácsot adni, míg végre a családalapítás. Megint egy új probléma, megint egy új választási lehetőség már az életmódban. Hogy hogyan tudjon együtt élni két ember. Mindenütt vannak surolódási felületek, ezeket kell elmondani, hogy mik azok, amik a zökkenőket okozzák, és gyógyíthatatlan. Alkalmazkodni, elfogadni lehet, sőt kell, változtatni nem. A másik embert majd 20 évig, vagy több mint 20 évig a szülei nem tudták megváltoztatni, megnevelni. A házastárs már biztos reménytelenül. Nagymamám mondta, pláne érdekes a példa, mindig, hogy a gyereket még lehet nevelni, hajlik, mint a vessző. Később már törik, mint a száraz vessző, nem lehet hajlítani, nem lehet nevelni. Tehát itt is sokat segíthet az asztrológus.
Az emberek mindig tudják, hogy mi a probléma. De amíg nem mondja más, nem hajlandók ráébredni szinte. Én magam is így vagyok ezzel. Tehát ha emberekről beszélek, magamról is, remélem úgy szólván annak tekinthető vagyok, közéjük tartozom. Tehát ha emberekről beszélek, az én hibáim és az én erényeim ugyanúgy benne vannak, mint az összes többié. Szóval nagyon sok területen nem mindenre jó az asztrológia. Ezzel én nem azt mondtam, hogy mindenütt mindenre jó. Sok területen sok mindenre jó. Például senki helyett nem oldhat meg egyetlen egy problémát sem az asztrológus. Az asztrológus és tanácsa, különösen az asztrológus tanácsa, legyen olyan, mint a kapaszkodó korlát a lépcsőházba. Egy biztosíték, egy támpont, amire támaszkodhatunk, aminek a segítségével könnyebben közlekedünk, de bolond ember az, aki a korláton akar fölmenni az emeletre. A tanács az kapaszkodó és nem kötelező iránymutatás. Mi van az ikrekkel? Tehát nem az ikerjeggyel, hanem a egypetéjű, illetve a kétpetéjű ikrekkel. Nagyon érdekes problémája ez nem csak az asztrológiának. Az orvostudománynak, a pszichológiának ugyanúgy. Mindig is, most mondhatok bármilyen számot évszázadok óta, bármilyen régen napjainkig feltűnik a párhuzamos sorsa a két testvérnek, az ikertestvéreknek. Egyszerre történnek velük nagyon hasonló dolgok, ugyanúgy élnek egymástól távol, évtizedekig egymásról szinte nem halva is, kiderül, hogy ugyanazt élik meg. Ez aki az asztrológiát elutasítja. Mondhatnám, nem hiszi, de ez nem egy vallás, ezt nem hinni kell, ezt tudomány, ezt vagy ismerni, vagy nem ismerni, kritizálni feltétlenül kell. Mindegy. Aki szemben jön az asztrológiával, az asztrológusokkal, annak is feltűnik ez a párhuzam, anélkül, hogy tudná azt, hogy erre az asztrológia tud egyedül magyarázatot adni, hiszen éppen már egyszer említettem, hogy néhány perc eltérés is lényeges különbségeket okoz. Megpróbálom úgy, hogy szakkifejezéseket úgy elmondani, hogy érthető legyen annak is, aki most hallja először a szót, hogy asztrológia. A horoszkóp a naprendszer térképe egy adott pillanatban, a születés pillanatában. A bolygók mindig ugyanazon a ponton maradnak, egy napon belül szinte ugyanazon a ponton. Olyan jelentéktelen az elmozdulás, a holdat kivételével, olyan jelentéktelen az elmozdulás, hogy hát legalábbis 0 óra és 24 óra között, a két vég között vannak észrevehető változások, de ugyanakkor az aszcendens, ami nem más, mint a felkelő pont, a látóhatár keleti síkja, ez 4 percenként, átlagban 4 percenként 1 foknyit változik. És ez a döntő meghatározó. A párhuzamokat az adja az ikertestvéreknél, hogy ugyanott vannak a bolygók, ugyanolyan kapcsolatban. A néhány perc eltérés a két születés között tényleg nem jelent semmi változást a bolygók helyzetében, de a felkelőpontban igen. Nagyon sokszor például ikertestvéreknél, és ez különösen a különnemű kétpetű ikreknél gyakori, legalábbis az asztrológiai statisztika szerint, hogy az egyiknek az aszcendense még oroszlán, pár perc múlva már szűz jegyébe kerül, mert átbillen ez az egyik, a másik az aszcendens, mivel gyorsan mozog, másképpen kapcsolódik a bolygókhoz, és ettől azután előfordul, hogy az ikertestvérek között az egyik nyugodt vérmérsékletű, a másik is, de lobbanékonyabb, az már nem megőrzi a nyugalmát és higgadtan viselkedik, hanem néha fellobban, vagy éppen ellenkezőleg, akár kimondottan agresszív is lehet egy béke tűrő testvér mellett az ikerpárja, és az bizony már ezen a néhány percen múlik. Tehát a különbséget a néhány perc eltérés adja, az egyezést az azonos napon születés. Az elmúlt adásukban elkezdtük Önöket bevezetni a paleolit konyha alapanyagaiba. Most nézzük, hogy mi a következő a kókuszliszt után.
mandula liszt a másik legtöbbet használt, nagyon, tehát ez a legsemlegesebb ízhatású lisztünk. Tehát az őrölt mandulát is használjuk süteményekhez, de a lisztjét is szintén keverve adjuk. Mondjuk ez egy kicsit drágább, mint a kókuszliszt, de sokszor, amikor teljesen semleges ízre van szükségünk, akkor a mandulalisztet szoktuk alkalmazni, de ezt sem magába adagolt keverhetjük a szezámliszttel, a kókuszliszttel vegyesen, szintén utifűmakéi tojás, tehát adalékanyagokkal. Nagyon jó torta alapanyag, például a kókuszliszt és a mandulaliszt vegyesen. Már, és ha még tovább variáljuk, akkor tehetünk hozzá még egy kis szezámlisztet, mert az még olcsóbb. A mandulaliszt azért nagyon jó alapanyag, különösen akik a szénhidrát bevitelre nagyon-nagyon vigyáznak, hogy legalacsonyabb, tehát 7 körül van, 7% 100 g-ban csak a szénhidrát tartalma a mandulalisztnek. És tehát a mandulaliszt is elég nagy vízszervevő képességű. Most ehhez általában szintén, ahogy említettem, kell tenni kötőanyagot, mert magában ugye ki van vonva belőle az olaj, és ezért egy kicsit szétesik magába. Tehát szoktunk keverni hozzá tápjogat, de a receptekben minden nagyon jól le van írva. És tehát a lényeg az, hogy ezek a lisztek mind gluténmentesek, és csökkentett szénhidrát tartalmúak, ehetik, tehát fogyaszthattak ebből készült süteményeket, péksüteményeket, kenyereket, a cukorbetegek, a diétázók, a fogyókurázók, vagy éppen a gluténérzékenyek, mert nem jut be annyi szénhidrát a szervezetükben, és lehet tőle fogyni is. Például, mivel a kókuszlisztről és a mandulalisztről beszéltünk, egy nagyon egyszerű és nagyon finom piskóta receptet elmondok. 8 darab tojás kell hozzá, és 5 deka mandulaliszt, 3 deka kókuszliszt. Tehát rendesen úgy készítjük el, összekeverjük a száraz anyagot, teszünk hozzá egy késhegynyi szódabikarbonát, és úgy készítjük el, mint a rendes piskótát. Ugyanúgy kapcsos tortaformába, kerek tortaformába meg lehet sütni, ez mondjuk egy 26 centis tortaformába egy szép magas piskótalap készülhet belőle. Tehát 8 tojásból és 8 deka lisztből, és természetesen az édesítőről se feledkezzünk meg. Az egy olyan 6-8 kanál, tehát attól függ, hogy mivel töltjük utána, hogyha nem túl édes a piskótánk, akkor egy édesebb tölteléket készítünk bele. Én megköszönöm megtisztelő figyelmüket, ennyi fért mai műsorunkba. Várom Önöket legközelebb is itt a Kölcsei Televízió Ascendens című műsorában. Addig is vigyázzanak magukra és élvezzék a nyarat. A viszontlátásra!